Tavasszal az első Covid hullám idején is mindent megtett a győri filharmonikus zenekar, hogy a komoly zene az elmaradt koncertek ellenére eljusson a közönséghez. Novemberben a szigorítások miatt ismét törölni kellett az előadásokat, most az internetes csatornákon szeretnék elérni az embereket. Sajnos közönség előtt nem játszhatunk, ez így igaz, de megoldjuk a feladatot, mert először is már csak azért is, mert ez volt a szlogenünk ebbe az évben, hogy megtartjuk. Tehát szeretnénk, amíg természetesen a kormányrendeleteket betartva, de megtartjuk a hangversenyeket, és úgy gondoltuk, hogy egy hangfelvételt csinálunk aznap, amikor a koncert van, és a megadott időben adjuk le. Ehhez most egy új lehetőség, egy új csatorna is lesz, a SoundCloud, ami YouTube-on is lejátszható, meg a SoundCloud-on is lejátszható, és a mi honlapunkra kell bemenni, és ott megtalálják az információkat. És a hangverseny eredeti időpontjában le fogjuk játszani, például most csütörtökön este 7 órakor a Tűzmadár című koncertet, amit egy nagyszerű orosz karmester barátom, Alexej Kornyenko játszik, és a felesége játszik egy Szibélió-Szegedű versenyt. Mind a két darab nagyszerű lesz, ezt megígérhetem. A zenekar folyamatosan próbál és készül a koncert felvételekre. Köszönünk a városnak is és a fő szponzorunknak, az Audi Hungáriának is, hogy lehetővé tették azt, hogy a fizetéseink például megmaradhassanak. Mert azért azt nem lehetett volna megkívánni, hogy dolgozzunk, de viszont pénz sajnos nincsen. De én úgy gondolom, hogy ez a segítség is hozzájárult nagy mértékben ahhoz, hogy mi kijártunk ugye szabadtéri hangversenyeket adtunk, amíg az idő engedte. Most már nagy zenekari hangversenyek pedig így, ahogy elmeséltem. Így voltak és lesznek is. Egyébként a Győr Pluszon is meg lehet hallgatni vasárnap délután 4-kor ugyanezeket a hangversenyeket, és a többit is, tehát például most volt 22-én volt egy kamarazene hangversenyünk, az is a SoundCloud-on is, YouTube-on is, és a Győr Pluszon is lehet hallgatni. Tehát én ezt javaslom mindenkinek, aki, hát sok zenebarát van, aki most el van zárva az élő zenétől, és az élő zene azért azt kell, hogy mondjam, hogy az pótolhatatlan. Az együttes számára nehezen pótolható a közönség reakciója, és természetesen a taps is nagyon hiányzik a zenészeknek. Amikor elkezdtem a Weber nyitányt ezen a Bartók Rádiós egyenes adáson, akkor először úgy hoppá, ez azért most más, mert nem érzem a hátam mögött az embereknek a szeretetét és érdeklődését és nyitottságát a zenére. De aztán ezt igyekeztem megoldani, picit még aktívabbnak kell lenni ahhoz, hogy ezt valahogy át tudjuk adni így, hogy kép nincs, csak hang van. Egyébként a SoundCloud az ugye az hangfelhőt jelent, tehát hangot fogunk közvetíteni, képet nem, de megmondom őszintén, hogy ez így is nagyon-nagyon-nagyon élményt adott nagyon sok embernek, és a taps hiány, az meg azért érdekes, mert nagyon sok olyan gratulációt kaptam ezután, pontosan, hogy pedig ez vastapsot érdemelt volna. Úgyhogy persze, hogy örültünk neki, a zenekarnak is elmeséltem, magától értetődik, hiszen ez az ő munkájú gyümölcse. A győri filharmonikusoknál az elmúlt hetekben két Covid-fertőzött került karanténba, mindketten már jobban vannak, és nem sokára visszatérhetnek a zenekarhoz.